Óka móka! Macikám, elvittem az autót, de a szertebbe áll. Szevasztok! Szevasz! Nem akartok engem tovább! Hozzák, hogy Póka úr önne húzni a kezünket a planiba. Na megint hol voltál? Na megint fel eljöttek gyerekek! Na mi van? Na. Mindjárt megbeszéljük, hogy mi van, jó? Jöjjünk be az útról, gyerekek! Visszamegyünk az autóért! Látod, nem akartak bevinni veled. Nem. Laci, bizonyítva, hogy tiéd az az autó. Ja. De Laci, most komolyan, mutassál valamit, ami így van. Mutasd meg, hogy tiéd az az autó. A kertemben van. Az már az enyém. Így van. Mutasd meg. A kertemben van az enyém. Igen, tehát azért mondom, hogy most... Laci, már ne keressél semmit. A saját autó. A saját autómat, bizonyítsd be, hogy az enyém. Na, nálam van a forgalmi, bocsánat. Hát azért ez... Itt van nálam a forgalmi, az az enyém most már. Ez azért így elég nonsense, ami ebben az országban van, nem? Most akkor így nem mehetek haza az autómmal, mert az úr azt mondja, hogy az övé. A forgalmi nálam van, enyém az autó. Köszönöm. Mit van a telepre, halod? Hadd a lombot. Ennyi. Ez már az én autóm, basszus. Tehát ezt valahogy be kell. Ez az én autóm. Laci, beviszi a lombot. Ez az enyém. Ez az enyém. Szevasztok. Hát ilyeneket lehet csinálni. Simán. Igen, Magyarországon ez így. Ennyi. És a Póka hogy megy haza? Hát magánig. Pókának volt egy autó, de figyelj, tudod, büszke leszek rá, hogy egy ilyen olyan autó lesz nálad, ami megjárta a hadonatját. De várjál, akkor én ideállok a kérdés. Hogy? Mert hogy állítólag rendet zavartam. Mert aki a kocsi, nem? Igen. Hát ezt most nem tudjuk, ez majd ki lehet. Mert ugye én tettem a gondolszunk. Hát a Lombard is azt mondja, hogy jogosan vitte oda, meg azt mondjuk, hogy nem jogosan vitte oda. Hát akkor mi, hogyha csak ebből abból a véleményt kivett. A véleményt valakinek el kell dönteni, ugye? Akkor eldönt a bíróság és a rendőrség ráteszi. A rendőrség ráteszi a lopott tárgyra kezét, addig, amíg a bíróság nem dönt. Ha nem, a bíróság vagy az ügyészség azt mondja. Akkor az. Tehát neked egyébként most le kellett volna. Most rögtön. Nem, 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 most még egy következő személybe fog kerülni az egész buliba ártatlanul. Kifizeti az autót, még el is veszik tőle, majd az eredeti tulaj visszakapja, és a másik személy az a lényeg. Az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy oké és okozat összefüggésben kell a törvényhez. A különbség e között, meg a között, hogyha valaki elviszi az autót, az az, hogy az egyik félnek is van egy szerződése, a másik félnek is van egy szerződése. És az egyik fél azt mondja, hogy nekem van igazam, a másik azt mondja, hogy neki van igazam. És itt ilyenkor a rendőrség megáll. A rendőrség megáll, megvárja még azt, a bíróság kilyen mondja, hogy merre van az előre. És ha a bíróság azt mondja, hogy erre van, arra hoz egy végrehajtást, és mi azon ott vagyunk. Addig az autót elviszik meg a további kár megelőre. Addig miért nem lehet, hogy a rendőrség telephelyére elhozni az autót? Mi nem tudunk szabályt alkotni. Olyat nem lehetett volna csinálni, hogy a rendőrség a saját telephelyére belakja ezt az autót? Nem. Ennek az autónak már eltávolították a rendszámát is, tehát már beazonosíthatatlan. De hogy is beazonosíthatatlan? Azon kívül. Persze, de így kívülről van, hogy az ember. És az ajtóját, ha eladom, vagy a hátulját, ha a lámpáit eladom, hogy azonosítom be, hogy alkatrésznek eladják. Így is egy kicsit előrébb vagyunk, mint amennyire nem voltunk előtte, csak hát még tovább kell mennünk. Tehát most itt azt kell megnézni, hogy te kocsiddal mi legyen. Mert az, hogy most ebből lesz eljárás, vagy nem lesz, azt majd eldöntik itt a kapitányságon, meg a rendőrségén. Meg kéne tenni a feljelentést. Tehát mindenképpen a rendőrség ellen egy büntető feljelentés, hogy ők nem végezték a kötelességüket az alapján, amit a Polgár Zoli a rendőrségen eldönt. Tehát nem egy büntető feljelentés a rendőrség ellen kellene. Nem cselekedték meg, amit kellett, így van, tehát azt mindenképpen meg kell most csinálni, a büntető feljelentést, és akkor utána... Egyfelé fogja a rendőrség ebben konkrétan közterületen megakadályozott, még az az OSZ-nak a saját területe, akkor is közhasználatra már állt. Így van, ez egy... Tehát a rendőrség téged abban akadályozott meg, hogy eljussál a saját autót. Így van. Ezért teszel feljelentést, meg azért, mert láttad a saját autódat, és már nincs rajta a rendszám. Én is rajta értem, mert ha körözné a rendőrség, nem tudom, körözi-e. Tettél már feljelentést? Hát, beutasítják. Jó. Ha köröznék, rendszám alapján
Jöjjön ide a rendőr, lekéri, körözik, be kéne mennie érte. Így van. Ez már elment. Ez már elment, így, hogy nincs rajta hatósági jelzés. Azt mondják a rendőrök, hogy ők nem tudnak dönteni abban, hogy most a tiéd az autó, vagy a banki az autó. Akkor tartsák magukat ehhez. De akkor a rendőr sem úgy döntöttek, hogy a banki az autó, és nem a tiéd. Pontosan. Így van. Ebből az jön ki. Így van, tehát ezt most itt lazán végig kell. Mindig ebből bírósági ügyet kell csinálni. Azt is megcsinálták volna, hogy két rendőre bemegy, és kihozza az autót. Így van, hát ezt szeretnék volna. Hát ezt mondtam a rendőrnek, mondom, figyelni, elodják a biciklimet, ott van benne, akkor azt mondja, az más, azt ne hasonlítsam ide. Hát ez ugyanaz, mondom. Foglalja le a rendőrség, és tegyék a saját megőrzési telepükre. És semmi. Most a másik? Hárítanak, hogy a hatodik kerülethez tartozik. Akkor foglalja le a hatodik kerület. A hatodik kerület is elutasztott a kerület az egész. Most mondták, hogy az autó kerületnek, hogy ez nem tudom. Laci, figyelj, és a másik fasiszt, az hova tűnt? Hát az nem tudom, hát az beszart. Nem mehetett volna be a rendőröket? Az előbb azt mondta, hogy megnézi hátul, és kiderült, hogy erre fel jött, és hazament. Hazament, azt látom, hogy elment az összes. Hogy nem. A nyomozó ügyészség, aki a rendőrök ellen nyomoz. Te nem itt, fent Pesten. Jó? Nézd meg, hogy ahová tudod, nyom fel a leveleket. Sajnos ennek a kerületnek is megint van a teletnek, és a hatodik.